Annak ellenére, hogy a Szabadka város polgármestere két nap ezelőtt nyilatkozatában azt állította, hogy minden nyugdíjas, aki jogosult az élelmiszercsomagra, akinek a nyugdíja 30 ezer dinár alatt van, megkapta a csomagot, ennek ellenére péntekig a helyi közösségekben több személy érdeklődött és jelentkezett, akiknek megvan a jogosultsága rá, hogy mégsem kapta meg a csomagot. Én arra szeretném buzdítani és felszólítani azokat a nyugdíjasokat, akiknek 30 ezer alatt van, jogosultak rá, nem kaptak csomagot, hogy a Vigyázzunk Egymásért akció keretén belül a terepi megbízatok telefonszámjaira jelezzék ezt az igényüket.